Egész délutánra szóló, szórakoztató programokkal várta a kicsiket Sárospatak városa gyermeknap alkalmából. A programok szervezője ezúttal is a Művelődés háza volt. Már második ízben tartották a vasárnap délutáni rendezvényt a Makovec téren és a szomszédságában található parkban, valamint játszótéren. Kreatív játszóház, zenei koncert, aszfaltrajzverseny és sok egyéb érdekes program várja a gyerekeket. A moziban pedig délelőtt már tartottunk egy matini előadást, és délután is kedvezményes programon vehetnek részt a családok. Úgy gondoljuk, hogy ez a tér nem csak a mai napon, hanem az év minden napján nagyszerű lehetőséget kínál arra, hogy a helyi közösségeket és ezen belül a családok összetartozását is erősítsük, és az önkormányzat által kialakított aditéri játszótér és mindazok a lehetőségek, amelyek itt adottak, kiválóan alkalmasak arra, hogy ilyen programokat bonyolítson intézményünk. A rendezvény célja az is volt, hogy tényleg az egész családnak tudjanak felhőtlen kikapcsolódást biztosítani. A családi vetélkedők igen népszerűek lettek a résztvevők körében. Már most is több mint 14 család jelentkezett, az aszfaltrajzversenyen 15 család mérettette meg eddig magát, tehát minden jel arra mutat, hogy a családok is keresik az ilyen típusú eseményeket. A programokban a város más intézményei is bekapcsolódtak. A Vai Miklós Református Szakképzőiskola diákjai és a Művház dolgozói például tucat számra sütötték a palacsintát, amit jó ízűen fogyasztottak a résztvevők, az Erdély János iskola testnevelő tanárai pedig egy ügyességi pályát alakítottak ki. A Művelődés háza kértem bennünket, hogy ezen az éven is vegyünk részt ebben a programsorozatban, és mi vállaltuk, hogy ügyességi feladatokat hozunk. Főként ilyen egyensúly feladatokat, illetve a színekkel kapcsolatos feladatokkal próbáltuk még színesebbé tenni a programot, és hát amint a melléket ábra is mutatja, elég sokan jelentkeznek a feladatokra, úgyhogy mondhatni, hogy teltházzal vagyunk itt 2 órától egészen 5 óráig. Az átmozgató, szórakoztató feladatok után a délután egyik meglepetése pedig a Makám együttes koncertje volt.